Sziasztok! Ez itt a harmadik Backlog Rapid, amiben most is 6 kisebb játékot fogok bemutatni, röviden. A mostani Rapid egy Steam Gifts Special, vagyis csak olyan játékokat mutatok be nektek, amiket a Steam Gifts nevű oldalon nyertem. Nyugi, ez nem promó, full ingyenes a site, én is itt szoktam játékot osztogatni. Röviden, annak, aki nem ismerné, a Steam Gifts olyan oldal, ahova a Steam profilon keresztül regisztrálhat az ember, és pályázhat a többi felhasználó által osztogatott játékkulcsokért, és maga is létrehozhat giveaway-eket. Így gyakorlatilag random jelleggel adsz is valamit, meg kapsz is valamit. Persze a bármikori nyeremény egyáltalán nem garantált, de ettől függetlenül én nagyon tudom ajánlani a használatát ennek a site-nak, mert olyan címekre is sikerült már így rátennem a kezemet, mint a Whispered World, Total War Warhammer vagy a City Skylines. No, meg persze az alább következő néhány játék. Lássuk is az elsőt. Guts and Glory. A Guts and Glory, ahogy az látható is, egy tökéletesen beteg, idegtépő, vicces és fájdalmas akadályverseny, méghozzá a jó öreg Elastomania féle mérnöki precíziós agyfasz alműfaj büszke képviselőjeként, amiben a teljes abszurd kedvéért alapjáraton egy gyerekülésen kisfiát szállító, vidám, felelősségteljes édesapát vezérelhetünk közös kerékpár túrájukon. Ebben a sok vidámságban csak a körfűrészek, ágyugolyók, nyilak és egyéb közúti közlekedés esetén ritkán javasolt úttesti elemek bolygatják meg a jókedvű családot, amit csak még viccesebbé tesz a ronybaba fizika és az egészen elcseszett debil zene. Ami minden debilitása ellenére sem tudta mindig elnyomni a fejemben az ide legjobban élő számot. Apa ideges, hűde ideges, apa bizony. Apa kocsit hagy, figyelmesen, tapasztaltan, türelmesen. Persze, ha a szívünk úgy diktálja, a szöges farönkök, aknák és gerinctörő szaltók világában részt vehetünk a felelősségteljes édesapán kívül, surmók vados rednekkel, motoros akrobata hölgyel, kisugát kiskocsin húzó sráccal, Pedroval, a drogcsempésszel és GPA-vel, vagy az egységes családi arculattal nyomuló kabriós kínai családdal is, az eredmény lényegében minden esetben ugyanaz lesz, mocsok, ronda, abszurd halálok, a ronybabás rángás miatt néha már a sima vezetéstől is, sok sírás, még több nevetés, rengeteg darab testrész, újra próbálkozás és persze online ranglisták ostromlása. De mégis mi a rosszabbat várjuk egy olyan játéktól, aminek a töltőképernyője szerint a játékot ideális körülmények között akkor játszhatjuk, a sok barát vesz minket körül, akik közül mindenki úgy be van baszva, ahogy az egyszeri gyerek az aknába a családi biciklizésen. Frederick, Resurrection of Music. Hát a ritmusjátékok közt az esetek többségében a gitár a legmenőbb hangszer, nem számítva persze a méltán híres és népszerű DJ Hero-t. De azért szerencsére eszébe jutott valakinek, hogy nem csak gitározásban lehetünk virtuózók, hanem akár zongorán is. Na, a Frederick című kis játék pontosan ezt nyújtja, eme ötlet minden jópofaságával és jó tanulósan naív, önmegvalósító izzadság szagával együtt, amihez elég, ha csak a sztori alapszituációját feldobom. Frederick Chopin a 20. század egyik szomorú, esős éjjelén azon találja magát, hogy korábbi értesüléseivel ellentétben nem halott. Ez őt is meglepi. De a rejtélyes feltámadásának természetesen oka van, mégpedig egy szörnyű valakinek a megfékezése, aki tönkre akarja vágni a zeneiséget. Jósvádájú élőhalott főhősünk mindjárt útja elején bele is akad a gonosz egy alávaló csatlósába, aki azonnali hatállyal párbajra is hívja az öreg szürkés ábrázatú Fredericket, méghozzá saját szerzeményének eljátszásában. A játék érdemi része, a ritmus párbajok itt kezdődnek, és az ilyen játékok hagyományainak megfelelően a feladat ezúttal is a felénk repülő hangjegyek megfelelő pillanatban történő eliminálása a billentyűk lenyomkodásával. Van is lehetőség a billentyűzetet használni erre a nemes célra, de a megváltoztathatatlan eredeti gombkiosztás nem kifejezetten emlékeztet semmiféle zongoraszerűre, így végül egyszerűbbnek találtam az egeret ész nélkül rángatni és kattintgatni a billentyűkre. Aztán minél jobban klimpírozunk, annál jobban nyomjuk le a felső csíkon az ellenfelet, és ha nyerő pozícióban ér véget a dal, jöhet is a következő. Ahogy szépen haladunk előre, mindig a világ más és más pontját látogatjuk meg, Jamaikától New Yorkon és Írországon át egészen Lengyelországig, és keressük azt a nyomorultat, és adott helyen mindig a megfelelő náció zenei stílusában feldolgozott Chopin szerzeményt kell legyűrnünk, ami hát így elmondva is minden kínossága ellenére igazából jó pofa élmény. De mondjuk azért továbbra is kínos marad.
Oké, maradjunk a bűnös élvezetnél. Igazából mindegyik helyszín és műfaj egy szárnyát bontogató naív alkotó gyerekes sztereotípiáit tükrözi, de mégis van ebben a játékban valami szerethető, ami miatt már őszintén szólva erősen gondolkozom is, hogy belekezdek a szintén Steam Gifts-en nyert Frederick Evil Strikes Back-be. Dino Run DX. Emlékszem, az őskorban, a régi szép időkben, mikor még minden böngésző támogatta a Flash-t és MSN-be is kőbunkóval gépeltünk. Na jó, annyira régen talán nem, de pont ebből az ős-hőskorból jött a Dino Run, ami úgy nagyjából annyit tudott, hogy nagyon pixeles volt, mint egy régi játéktermi játék, és egy raptorral kellett menekülni benne a meteor becsapódás elől. Ja, meg volt hozzá egy jó kis prüntjögős Commodore-szerű 8-bit zene, sokféle dino, meg brutál nehézség, ami miatt egy örökké valóságig el lehetett vele lenni. Mit mondjak, a 2015-ben Steamre megjelent Deluxe verzió is alapvetően pontosan ezt tudja, csak még van sok extra is, amitől már közelebb jár a játék egy teljes értékű szoftverhez, mint a Flash-es eredeti, noha azért így is inkább jó indulattal az, de tény, az alapjáték a tré irányítás ellenére is még mindig szórakoztató. Aztán majd jön a futás. Futni kell, átugrani a többi lassabb dinón, hadd pusztuljanak ott, bezabálni az útba eső tojásokat, meg hát felpattanni a pteranodonokra, némi előnyt szerezve, és nem kihalni. Ez a rész a legnehezebb. Ami új, az a két új világ, egy másik bolygó és egy Halloween világ. Mi? Valamint lehet még választani a nehézségen kívül játékmódot és freerun módot is. Úgyhogy minden csodás, sok az aranyos szép dino, irány egyenesen a biztonságot jelentő paradicsomi barlangba. Jó, ez a játék régen jó volt, ma is az, de szerintem tök felesleges megvenni Steamen, ott van még mindig ingyen Pixel Jam-en az alapjáték. Mighty No. 9. A Mighty No. 9 a méltán híres Mega Man sorozat szellemi örököse, konkrétan annyira, hogy az eredeti készítők irányítása alatt készült, meg egyébként egész sikeres Kickstarter kampányt követően, ahol a játék még egy kicsit másképp nézett ki. Wait, what? És hát nem csak ez a pontja volt, ami többek szemében csalódást okozott a játék, konkrétan annyira örökölt a Mega Man örökségéből, hogy csak egy egészen icipicit megváltoztatott, modern, ebb Mega Man lett belőle, illetve legyünk pontosak, inkább olyan, mintha a Mega Man sorozat mondjuk PS2-re megjelent epizódja lenne, a Mega Man a Mighty No. 9-nal eltöltött rövid időm alapján gyakorlatilag egy-egyben ugyanazokkal a 3D-re átszkinezett szituációkkal találkoztam, mint SNES emulátorral a Mega Man X első elindításakor. A Mega Man-nek megfelelően kell haladnunk, ugrálnunk, lőnünk, fejlődnünk, amihez még a grafikai stílus és a pályaelemek hasonlósága is fájdalmas ötlettelenség jeleit mutatja. Jó, persze, ettől még a Mighty No. 9-t egyáltalán nem mondanám szarjátéknak, csak egy pöttyet olyannak, ami nagy ígéretek, melldöngetés. Do you like awesome things that are awesome? Then you gotta play this game, dude. És a hype miatt megnövelt elvárások miatt, hát egy kicsit hülyén jött ki abból, hogy kizárólag sokszor elhasznált ötletek újrahasznosításával próbálta meg kiásni a gesztenyéjét a saját sírjából. Wait, what? Aki annak idején élvezte a klasszikus Mega Man-t élményben, itt is gyakorlatilag hasonlót fog kapni, így adott esetben a nosztalgia faktor még működhet is, de láttunk már jobb újra gondolást ennél. Igazából tényleg csak sírhatunk, mint egy anime fan a diákbálon. Ez hogy jött? Final Exam. Ja, és ha már diákbál, akkor itt egy olyan játék, amiben tényleg egykori diákokat alakíthatunk, akik egy érettségi találkozós öreg diákbálra igyekeznek, méghozzá a Left 4 Dead-et 2,5D-s platformerkedéssel és beat'em up-pal kombináló játékban. A buliba indulva arra lesz figyelmes a jövő ezen 4 díszes záloga, hogy a környéküket mindenféle rusnya mutánsok lepték el, ifjú főhőseink pedig úgy döntenek, az osztályközösség hasznát szem előtt tartva, megritkítják némileg ezeket a zöld szutymákokat. A Final Exam 4 különböző karakter támad, akik más és más képességek birtokában csapnak oda, de mindegyikük rendelkezik közelharci és távolsági támadással is. Az efféle bunyózós játékokhoz hasonlóan itt is egymás után kell legyűrnünk a hullámokban érkező szörnyedvényeket, közben minimális felfedezés, kapcsolók hajkurászása, esetenkénti bossharcok, meg még több csapkodás színesítik az összképet. Öld a zöldet, szép és jó, meg zöld. Mennyire zöld?
de feltételezem azért nem az egyjátékos mód volt a készítésekor a prioritás, hanem a lokális 2-es vagy az online 4-es kóp, ami egészen biztosan sokat dob az amúgy hamar önismétlővé váló játékmeneten. Ja, csak ezt meg sajnos nem próbáltam. Na mindegy. Na, a játék látványvilága meg, hát mint látható, rajzfilmszerű, ennek ellenére néhol mégis tud félelmetes lenni, bár hát én a legolcsóbb hatásvadász horror trükkökön is beszarok, szóval ez nem jó mérce. Jaj, mikrofon! Jaj, asztal! Jaj, nyakkendő! Jaj, a stúdió! Jaj! Stílussal szerintem abszolút rendben van, és ha van hozzá partner, szerintem abszolút ajánlható egy körre, egyedül viszont nálam bukott a záróvizsgán. Mi volt ez? Szar! Rossz volt, lapos volt, erőtlen, gagyi, töketlen, én pedig itt soha csinálok, tudom? Face Noir. Végül pedig egy kis változatosságnak, itt egy point and click kalandjáték, ami hát, ahogy fantáziadúsan a nevében is benne van, a film noir hangulatot idézi, és ennek minden kliséjét igyekszik felsorakoztatni, esőtől alkesz magánnyomozón át, búsulós, kefélős jazz háttérzenéig. És teszi mindezt, hát mit ragozom jó szarul. I'm not as bad as they say. Smiley, you'd sell your own mother for a couple bucks. That might be true, detective. Okay, ne legyek annyira igazságtalan. Az olasz fejlesztőcsapat, a Mad Orange, mindössze 2 darab emberkéből állt, és ez volt az első játékunk, de nekem ez a tény túl sokat nem segít azon, hogy a játék nagyjából elfogadható előrenderelt hátterek előtt olyan 3D karaktereket mozgatott 2013-as megjelenésekor, amiket még a 10 évvel korábbi első Mafia is röhögve küldött volna nyakon egy Tommy Gunnal. De oké, kisköltségvetésű fejlesztés, ne a grafika számítson már, csak hogy hát nagyobb baj, hogy point and click játék létére a fejtörők se sikerültek éppen túl elmésre. Logikusra legalábbis biztosan nem, amit például olyan alapvető dolgok mutatnak, mint hogy adott drótkerítést egyszer még nem lehet kinyitni ugyanazzal az állkulcsunkkal, máskor meg, mikor már a játék szerint is arra van dolgunk, hát akkor dehogy is nem. Első feladatunk ugyanis az, hogy hát a sztoriból is villancsunk némi momentumot, hogy egy pénzes misimókus megbízásából készítsünk fotókat arról, hol és hogyan hetyeg aranyású szívének kedves fogadott leánya. Ennek a játék szerint a helyes módja, hogy el kell érnünk, hogy feljuthassunk az elszállásoló hotel emeletére, megtaláljuk a szobát, felcsavarjuk a fűtést, hogy hancúrék ablakot nyissanak, és így a szomszédos sikátorból kukák összetologatása segítségével felmászhassunk egy istenverte fotót készíteni. Mester. A megoldás csak abban a fenti formában jó, ahogy a játék megköveteli, szigorúan az általa megszabott lineáris lépésekben. Na, pont innen éreztem, hogy a készítők nem igazán kíváncsiak rám, ennek megfelelően én se vagyok rájuk. Az első ügyet ugyan megcsináltam, aztán viszontlátásra. Forget about it. Now whatever you want. De még szerencse is, hogy nem vittem végig, mert állítólag nem csak az útvar szinkronhangokra volt kevés a költségvetés, hanem a játék befejezésére is, vagyis persze nincs rendes lezárás. Az átütő siker itt nem véletlenül maradt el, és talán nem is véletlen, hogy a történetet folytatandó, fejlesztés alatt álló nagy sikerű második rész kapcsán csak egy Bábel tornyának félbehagyásáról és az emberek szétszéledéséről szóló biblia idézet szerepel a hivatalos honlapon. Szélegyetek most ti is, és ha tetszett a videó, akkor lehetőség szerint a csatornám valamelyik további videója felé. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, és ezúton is szeretném megköszönni az alábbi Steam Gifts felhasználóknak a játékokat. Peterskinek a Guts and Glory-t, Meki Hiazzi-nak a Mighty No. 9-t, Fincinek a Final Exam-et, Species 8472 Hu-nak a Frederick-et, Atka Hun-nak a Dinoran DX-et és Metal Medvednek a Face Noir-t. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel, vagy csak nézz szét a csatornámon.